Önök a 10 perc Türmert Gyulával című beszélgetős műsorunk következő adását látják. A műsort szerkeszti és vezeti Fehérvári Zsolt István. Állandó riportalanya Dr. Türmert Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke. Tisztelettel köszöntjük kedves nézőinket, és köszöntöm beszélgető partner dr. Türmert Gyulát, a Munkáspárt elnökét, akivel így először találkozom az új évben, ezért engedjenek, hogy boldog új évet kívánjak önnek, pártjának és családjának. Egy 9. táján, lehet, hogy már kicsit később, de hadd kérdezzem meg, hogy teltek az ünnepek, és hogy mit vár az új évtől. Köszönöm a jó kívánságokat, és a 10 perc Türmert Gyulával műsor minden nézőjének 2023-ra is jó egészséget, és mindenek előtt békét kívánok. Nehéz lesz a 2023-as esztendő, folyik a háború, nem látjuk meg a végét, egyre szaporodnak a gazdasági nehézségek. A mi dolgunk a munkáspártnak az, hogy megpróbáljunk az emberek helyzetén egy kicsit javítani, és mindeneket válaszokat adni a problémáikra. Elnök úr, annyi mindenről tudnánk beszélgetni, hiszen annyi minden történt, amióta nem találkoztunk, de az időnk véges, ezért csak talán a legfontosabb dolgokról. Itt van például az üzemanyagár sapka kivezetése, amit ugye december 6-ával a kormány tett intézkedés. Ez azt jelenti, hogy a benzinára 700 forint környékén van, a gázolaj pedig ettől drágább. Van erről véleménye a munkáspártnak? Általában van véleményünk az ársapkáról. Az ársapka az segíti a legnehezebb helyzetben élő embereket átmeneti jelleggel. Az ársapkát nem azért találták ki, hogy egyszer és mindenkorra minden problémát megoldjanak, de azokra az élelmiszerekre, amelyekre bevezették, vagy éppen az üzemanyagra, az átmenetileg a legkisebb keresetűeknek, a legnehezebb körülmények között élőknek némi segítséget jelent. De azért tudni kell, hogy Magyarország kapitalista ország, az ársapkát ki lehet játszani, és természetesen a nagy cégek, a nagy monopóliumok abban érdekeltek, hogy az ársapka eltűnjön, és mindenütt csak drága élelmiszert, vagy drága üzemanyagot árusítsanak. Tehát ezen túl vagyunk. A kérdés az, hogy a lakosság tudja-e majd követni azt az áremelkedést, amit az üzemanyagoknál látunk. És az is kérdés persze, hogy megértjük azt, hogy itt nem csak a kormány politikájáról van szó, az üzemanyag azért drága, mert folyik a háború, és mert folyik a háború, ezért óriási az igény az üzemanyagokra. Az üzemanyagok azért is drágábbak, mert az Európai Unió bevezette a hülye szankcióit Oroszország ellen, aminek következtében kevesebb gáz és kevesebb olaj jön ide az országba. Tehát abba kellene hagyni a háborút, és akkor mindjárt mindenféle ársapka meg egyéb dolgok nélkül vissza lehetne az olcsóbb árakhoz térni. Igen, itt említette elnök úr is az élelmiszer árakat. Ugye tudjuk azt, hogy vannak bizonyos élelmiszerek, amin rajta van ez a bizonyos ársapka, tehát olcsóbban tudunk hozzá jutni vásárlók, ha egyáltalán hozzá tudunk jutni, hiszen tapasztalható az, hogy a bevásárlóközpontok játszanak vele, manipulálják ezt a helyzetet, nem teszik ki a polcra és egyebek. Ön is tapasztalt ilyet? Ez tökéletesen igaz, amit mond. Ennek ellenére azt mondom, hogy az ársapka segítséget jelent a leginkább rászoruló embereknek. Nem oldja meg a problémáikat, de nemi segítséget jelent. Ez az állítás még akkor is igaz, hogyha a multik valóban eltitkolják az áruk egy részét, nem rakják ki az ársapkás árukat kellő mennyiségbe a termékekre. Ennek következtében előálló a helyzet, hogy sok üzletben vagy falvakban, településeken egyáltalán nincsenek ilyen áruk. De ez a lényegen persze nem változtat, a lényeg pedig az, hogy segíteni kell az embereknek. De még egyszer mondom, kapitalizmus van, csúnya, piszkos kapitalizmus, és úgy a bevásárlóközpontok, mint minden nagy tőkés cég nyerészkedni akar, és nyerészkedni csak a mi rovásunkra tudnak. Most egy kicsit lehet, hogy ironikus leszek, amikor azt fogom mondani, hogy hát nem is fogjuk megérezni a magas árakat, hiszen január 1-től nőttek a bérminimumok. A garantált bérminimum 14%-os emelésen, a minimálbér 16%-os emelésen megy keresztül, így a bruttó garantált minimumbér 2023 januártól
296.400, a minimálbér pedig 232.000 forint lesz. Ön szerint mire lesz elég bruttó 232.000 forint? Ez a kérdés mögött nyilván az a vélemény áll, hogy ez a pénz nem sok mindenre elég, és ez valóban így van. 201.000 forintból ma Magyarországon nagyon nehéz megélni, esetenként meg nem is lehet. De a bérminimum, a minimálbér kérdés és egyáltalán a bérekkel való megállapodás kérdése sajnos nem a munkáspárt hatásköre. Erről a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek tárgyaltak. A munkaadók, a szakszervezetek és a kormány, ahogy többször már kijelentették, azt mondják, hogy elmentek a falig, nem tudtak többet kiharcolni. Én megmondom őszintén, kételkedek ebbe. Szerintem, hogyha a szakszervezetek is többet tesznek, ha maguk mögé állítják az embereket, hogyha valóban küzdelemre vállalkoznak, akkor talán nagyobb béreket is ki lehetett volna harcolni. Mi támogatjuk azt, hogy növeljék a minimálbért, hogy nagyobb legyen a minimálbért, de azt ki kell harcolni. Ha már bér, véget ért a pedagógusok 180 km-es tudásmenete, amit a 6 napon keresztül tartott Miskolctól Budapestig. Figyelte az eseményeket? Hát hogyne, nagyon izgalmas vállalkozása volt ez a pedagógus társadalom egy részének. Elindultak több százan Miskolcról, ami ugye durván 180 kilométer, és 5 ember ide is ért Budapestre. Na most ez már jelzi, hogy egy ilyen akció komolytalan. De itt nem a pedagógus mozgalom, nem a pedagógus társadalom megmozdulásáról van szó. Itt a liberális gimnáziumok, középiskolák, liberális hangvételű pedagógusainak egy része szólalt meg. Nem a 130-140 ezer magyar tanár és tanító tiltakozik, hanem annak egy kicsi töredéke. Ráadásul az is látszik, hogy bár a társadalom nyilván elfogadná azt, hogy a pedagógusok több pénzt kapjanak, de azért nem álltak mögé. Tehát itt nem egy nagy társadalmi megmozdulás volt. Ezt mutatta a miskolci tüntetés végén rendezett gyűlés is, amelyen a legfurcsább és legkülönbözőbb emberek szólaltak fel. És itt már nem a pedagógusokról, meg nem a gyerekekről, meg nem az oktatásról volt szó, hanem ez egy nyilvánvaló, a kormány megmutatását szolgó liberális kísérletezés. Mi ezt nem támogatjuk, ebben nem vagyunk partnerek. Az oktatást meg kell változtatni, de a pedagógusoknak érteni kell, hogy az oktatás nem csak azért van olyan helyzetben, mert most Orbán kormány van hatalmon, hanem mert kapitalizmus van. Kapitalizmus van. És a tőke érdekei vezetik azt, hogy a társadalom többségét hülyének tekintik, nem iskolázzák, nem költenek rá, és éppen csak az elittel foglalkoznak. Ezeken kellene változtatni. A pedagógusokat pedig hívom arra, a pedagógusokat, hogy ne csak azzal törődjenek, hogy mennyi a fizetésük, hanem még foglalkozzanak a háború ügyével. Jöjjenek el a mi háború ellenes gyűlésünkre, mert most pillanatnyilag ez a legnagyobb veszély. Elnök úr szavaiból azt vettem ki, hogy a liberálisok a tanárokat és a diákokat akarják felhasználni egy kormány bunkotásra. Jól gondolom, vagy jól veszem? Nem csak akarják, hanem föl is használják. Tehát amikor a pedagógusok kimennek, és a liberális szakszervezetek, a liberális pártok mellé állnak, akkor nyilvánvalóan kísérletet tesznek arra, hogy fölmérjék ennek a tábornak az erejét. Hát ők is tudják, hogy 2024-ben választások lesznek, ők is tudják, hogy Magyarország ma nehéz helyzetben van, és próbálkoznak. De háború idején nem szabad ilyen dolgokkal próbálkozni. Most háborúban, most a békért kell fellépni, és támogatni kell mindent, ami a háború elkerülését szolgálja. A pedagógusok bérét pedig majd meg lehet oldani, és meg is kell oldani. Mondott elnök egy olyan mondatot is, hogy ugye meg kell reformálni, meg lehet-e reformálni az oktatást. A munkáspárt vagy reformálná meg az oktatást? Célt kell választani a politikai kérdéseket és a szakmai kérdéseket. Hogy mit érdemes oktatni, mit kell oktatni 2023-ban, ebben ki kell kérni a pedagógusok véleményét. Én azt gondolom, hogy ezek azok a problémák, ahol le kell ülni a politikai döntéshozóknak és a szakma képviselőnek, beszéljenek erről. Mi olyan oktatást szeretnénk, ami
mindenki számára, vagy a lehető legtöbb ember számára hozzáférhető. Tehát nyugodtan tanuljon az a gyerek 18 éves koráig, legyen az oktatás ingyenes, legyen a gyerek fölkészült. Én nem tudom például elfogadni azt most az új elképzelést, hogy nyelvvizsga nélkül föl lehet venni bárkit az egyetemre, és nyelvvizsga már a diplomához sem kell. Miért? Tehát ugye hogy akarunk a mai világban nyelvtudás nélkül élni? Mi világi oktatás hívei vagyunk, mi nem ellenezzük, hogy a egyházak fenntartanak iskolákat, de azért az oktatás zömét, magát az oktatás rendszerét természetesen a világnézeti befolyásolástól független állami oktatási rendszerben kell megoldani. És sokkal több pénzt kell költeni az oktatásra, legalább a GDP 10%-át. Elnök úr, elérkeztünk Európa legégetőbb problémájához, a háborúhoz, ugye az amerikai-orosz háborúhoz, ami Ukrajnában zajlik, és kezd egyre kuszább lenni a háborús események sora. Ugye vannak támogató és vannak ellenező országok. Most a hétvégén Putyin orosz elnök tett egy gesztust Ukrajna felé, ugye az ortodox karácsony révén kétnapos tűzszünetet ajánlott, amit Ukrajna nem fogadott el. Nem tudom, vajon miért nem akarta elfogadni? Tehát nem tehette, vagy egyéb más oka van? Zelenszkijnek a visszautasítása azt jelzi, hogy ez a rendszer, személyesen Zelenszkij elnök és az ukrán politikai elit a háború folytatásában érdekelt. Ők pontosan tudják, hogy ha a háború véget ér, akkor elzárják a pénzcsapokat, úgy az Európai Unióban, mint Amerikában, és akkor ez az elit éjjel hal. Akkor nincs rájuk többé szükség, akkor jönnek majd mások. Tehát amíg a háború tart, amíg a háború folyik, addig jön a pénz is Amerikából, meg az Európai Unióból, és ők is vidáman élnek. Na most közel egy év telt már el a háború kezdete óta, azóta azért számos tapasztalat van. Az egyik tapasztalat az, hogy szerintem mindkét fél kezdi felismerni azt, hogy azokat a politikai célokat, amelyeket maguk elé tűztek a háború megindításával, azokat egyre nehezebb elérni, vagy nem lehet elérni. Amerika szeretné Oroszországot a földbe döngölni. Ez nyilvánvaló, hogy nem megy, nem sikerül, sem Amerika, sem Ukrajnával együtt ezt a háborút úgy megnyerni nem fogják tudni, hogy szeretnék. Az oroszok nem akarnak többet, mint azokat a történelmi területeket magukénak tudni, amely mindig is az orosz birodalom vagy a Szovjetunió része volt, és a saját biztonságukat akarják föntartani. Egyébként mindez nem lenne, hogyha 2014-15-ben a minszki megállapodásokat betartják, mert ott arról volt szó, hogy a fegyveres küzdelmeket abba hagyják, és Kelet-Ukrajna tartományai különleges státuszt fognak élvezni. Ha ezt mindenki betartotta volna, akkor ma béke lenne. A nyugatiak akkor, és elsősorban Merkel kancellár világosan látta, hogy jobb megegyezni az oroszokkal, mert így jobban járnak, mint hogyha megvárják, hogy Amerika egy külső tényezőbe beavatkozik. Most az amerikaiak, a britek beszálltak ebbe a buliba, és élezik ezt a háborút. Most egy veszélyes időszak következik, mert látszik, hogy a hagyományos, eddig folytatott úton nem lehet újabb eredményt elérni. Ezért ugye a nyugat megpróbálja Beloruszt belecsábítani, vagy belekényszeríteni ebbe a háborúba. Ugye, ha Belarus belekerülne a háborúba, az azt jelenteni, hogy megnyílhatna az út Moszkva felé, hiszen Brest-től Moszkváig egyenes az út. De még ennél fontosabb, hogy a beloruszok kapcsolódása a háborúhoz ürügyet szolgáltatna ahhoz, hogy belépjenek a lengyelek. Szóval, ha belépnek a lengyelek, akkor jönnek a románok, akkor jön az összes többi, és akkor már nem tudni, hogy mi lesz a vége. És van még egy körülmény, most már nehéz fegyvereket szállítanak Ukrajnának, arról is meg fogják majd győződni, és látni fogják, hogy ebből nem tudnak eredményt elérni, és akkor ott a nagy kérdés, és erről azért már beszélnek, mi van, ha eljut a világ a nukleáris fegyverek alkalmazásáig. Ezt a kérdést még föltenni is félünk, és főleg félünk belátni ennek a következményét. De ha ez bekövetkezik, akkor sajnos a legrosszabbra fel kell felkészülni. Ezért mi azt gondoljuk, hogy mindent meg kell tenni a háború megállítása érdekében, és mindent meg kell tenni azért, hogy a nyugati világ megegyezzen és békét kössön Oroszországgal.
És akkor nem beszélve a nevető harmadik, ugye Amerika, hiszen a Fehérház bejelentette, hogy több mint 3,5 milliárd dollár értékben szállít fegyvert Ukrajnának és a NATO keleti szárnyán lévő szomszédainak. Lehet, hogy ez a tény volt az visszavezethető arra, hogy Zelenszky nem fogadta el a kétnapos békejobbot, ami talán egy hosszabb tűzszünethez is vezethetett volna. Hát persze nyilván biztatta őt arra, hogy ellenkezzen Putyinnal, és ne vállaljon semmi olyat, ami a megegyezés lehetőségét föltárja. Ha elfogadták volna kölcsönösen az átmeneti béke lehetőségét, a fegyverszünet lehetőségét, akkor egészen biztosan el lehetett volna kezdeni valamilyen folyamatot. Most, hogy Amerika több fegyvert ad, franciák is adják most már a nehezebb fegyvereket, a németek is fognak harckocsikat küldeni, így ez a menet tovább folytatódik. De ez még mindig nem a nukleáris háború. Tehát amitől mi igazán óvjuk a világot, az, hogy belekényszerítik Oroszországot azzal, hogy egyre több fegyvert visznek Ukrajnába, és amikor már nem marad más lehetőség, mint az atomfegyverhez nyúlni, akkor kezdődnek a nagy bajok. És ugye a nyugati világ eljátszadozik azzal a gondolattal, hogy mi van, hogyha mondjuk Belarusszal ledobunk egy kis hatású atombombát. Na most ilyen nincsen, az atombomba az atombomba, ennek a következményét csak meg sejteni lehet. Tehát nekünk, a népeknek, az embereknek föl kell lépnünk a háború ellen, mert csak mi tudjuk a kormányokat, a hatalom urait arra kényszeríteni, hogy adják fel ezt az értelmetlen háborúskodást, fejezzék be a háborút, ne kockáztassák a mi életünket, és kössenek az oroszokkal békét. Ennek önök továbbra is a béke mellett állnak ki. Ennek többször hangot adtak különböző nyilatkozatokban, de több akciónapot is tartottak. Valahogy mégsem önöket hallja meg az ország. Miért van ez? A Magyarország lakosai 1945 óta nem láttak háborút. Tehát amikor azt mondjuk, hogy háború az egy ilyen nagyon elvont valami. Most kezdik érteni, hogy mi is a háború. Ugye háromszor voltunk kint a nyugati pályaudvar a szembeni téren, háromszor rendeztünk háború ellenes tüntetést, és látom, hogy az emberek most már kezdik azért érteni a háborúnak a veszélyét. És az emberek kezdik látni, hogy a háborúnak hát legalábbis gazdasági következményei vannak. És azok, akik ugye beleszegényednek ebbe az áremelési hullámba, ami mostan, akik félnek attól, hogy mit hoz a holnap, és mit hoz a következő, azok kezdik felemelni a fejüket, és kezdenek ébredezni. Tehát mi persze a munkáspárt, de a többi erőse tudjuk megállítani, sem Biden elnököt, sem az Európai Unió vezetőit, de fel tudjuk az emberek figyelmét hívni a veszélyekre. És én örülök annak, hogy az emberek egy része ezt érti, és még inkább örülünk annak, hogy kezdenek egymásra találni Magyarországon azok az erők, amelyek békét akarnak. Ugye a munkáspárt mellett ilyen a Semleges Magyarország Alapítvány, de ilyen számos civil szervezet, a Békekör, közelmúltban létrejött a Fórum a Békéért, ami egy keretet jelentett mindazok számára, akik nem akarnak háborút. Mindegy, hogy miért nem akarnak háborút, csak ne akarjanak háborút. Tehát jó úton haladunk, de erősítenünk kell. Úgyhogy február 6-án újra kimegyünk a nyugati pályaudvar előtti térre, és tiltakozni fogunk a háború ellen, és követelni fogjuk a megállapodást, a békét Oroszországgal. Ez azt jelenti, hogy egy újabb rendezvényük lesz a nyugati téren? Ez pontosan azt jelenti, mindenki szeretettel várunk február 6-án, az egy hétfői nap, 12 órától munkáspárt aktivistái ott vagyunk, osztogatjuk a röplapjainkat, és sok meglepetéssel is készülünk. Ez egy még nagyobb szabású rendezvény lesz, mint a korábbiak voltak. De a cél közös, megakadályozni a háború folytatását, békét és megállapodást Oroszországgal. Elnök úr, köszönöm szépen. Remélem, sokan ott lesznek, sokan ott leszünk ezen a megmozduláson. Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre, és köszönöm az interjút. Kedves nézők, köszönöm a figyelmet. Kövessenek velünk továbbra is az interneten. Találkozunk a következő beszélgetésben. Viszontlátásra.